Kedves gyerekek, kedves szülők, családok, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Ligetúti sporttelepen. Több programot próbáltunk a mai napra összehozni, családi nap, szülői labdarúgó torna, gyermeknap, és este pedig koncertekkel szeretnénk elkápráztatni önöket, és várjuk ezekre a gyönyörű programokra. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterurat. Hiszen el kell mondani, hogy nagyrészt a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával tudnak megvalósulni mai programjaink. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Dobos László polgármester urat, hiszen a támogatásokon, a pályázatokon kívül Karcagváros önkormányzata támogatásával, támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg mai programjaink. Engedjék meg, hogy felkérjem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterurat, országgyűlési képviselőt a megnyitó megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyermekek, polgármester úr, igazgató, szeretettel köszöntök mindenkit a mai családbarát napon, gyermeke napon. Egy nagyon szép környezetben, itt a Ligetúti sporttelepen vagyunk most, amely Karcagon a szabadidő eltöltéséhez, a sportoláshoz egy igazán színvonalas, országosan is szép fekvésűnek és jól kiépítettnek tekinthető keretet ad. Én örülök annak, hogy ez a rendezvény gazdag programmal várja az idei érkezőket, és bízom benne, hogy mindenki számára emlékezetes lesz ez a mai gyermeknap a programokkal, a különböző játékokkal, sportversenyekkel, főzőversennyel együtt. Mindenki láthatja azt, hogy egy új épülettel dicsekedhetünk, megépült egy olyan öltöző, amely már régóta hiányzott, és szeretnénk ezt a programot folytatni, sőt én kiasztálom az alkalmat, kicsit elébe is menve polgármester úr által elmondandóknak, hogy olyan szándékok fogalmazódtak meg, hogy a Ligetúti sporttelepet, a Zuglógert, a strandfürdő környékét egy egységes fejlesztési koncepcióba próbáljuk meg az elkövetkező években kiépíteni, illetve fejleszteni. Hiszen itt erdő, termálvíz, sportpálya, lovaspálya, szabad terület is rendelkezésre áll, ahol a meglévő létesítményeknek a korszerűsítése, mellé korszerű kiszolgáló épületek, turisztikai fogadó kialakítása is lehetséges. A pályánál is van még bőven tennivaló, hiszen a kiszolgáló épületek felújítása még a jövő feladatai közé tartozik. Én bízom benne, hogy az elkövetkező években egy egységes programba foglalva egy olyan fejlesztés sikerül majd megvalósítani, amiről Karcagváros méltán lesz majd ismert, és még több érdeklődőt fog ide vonzani a városból és környékéből egyaránt. Én kellemes időtöltést kívánok a mai gyermeknapra, jó szórakozást, kellemes játékot mindenkinek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr, megnyitó szavait. Felkérem Dobos László polgármester urat köszöntőjére. Tisztelt miniszter úr, igazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatalok, kedves gyerekek, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai rendezvényünkön, ami valóban, ahogy elhangzott, egy összevont rendezvény, gyermeknap, családi sportnap, mindenféle olyan kulturális rendezvénnyel megfűszerezve, ami szerintem egy nagyon kellemes programot, kellemes időtöltést ad mindannyiunk számára. Tisztelt jelenlévők, egy picit lépjünk vissza a történelembe, mert mégiscsak jó lenne tudni, hogy miről is szól ez a gyermeknap. Érdekes módon Törökországból indult ez a kezdeményezés, és a gyermekek problémáira, gyermekek jogaira hívták fel akkor a figyelmet, egészen pontosan az első ilyen rendezvény 1920-ban volt, még egyszer mondom, Törökországban, és még csak nem is gyermeknap, hanem egy gyermekhétről szólt hosszú ideig a történet. Magyarország 1931-ben kapcsolódott ehhez a programhoz, ehhez a rendezvénysorozathoz, és azóta folyamatosan ünnepeljük a gyermekeket június első hétvégéhez közeledve. Tisztelt jelenlévők, ahogy miniszter úr is mondta, nagyon sokat tesz a város azért, hogy minél inkább
lehetőséget biztosítsunk mindenféle szinten a gyermekek számára a fejlődéshez. Természetesen nem elfelejtkezve a középkorúakról és az idősekről, de az a célunk, az a tervünk, hogy a fiataloknak adjunk lehetőséget az élet minden területén, hiszen a jövő az övék. A legkülönbözőbb dolgokat említhetném a testvérvárosi kapcsolatoktól kezdődően, hiszen éppen a jövő héten lesz majd egy olyan rendezvény, ahol karcagi, lengyel és német fiatalok mérik össze a tudásukat különböző labdajátékokban. Az intézményeink fejlesztésében is ezt a célt szolgáljuk, legyen az nevelési vagy oktatási, annak ellenére, hogy az oktatási intézmények már nem önkormányzati fenntartásúak, és mindenféle olyan önkormányzati rendeletünkkel, határozatunkkal azon vagyunk, hogy valóban a gyermekek élete ebben a városban a lehetőségekhez mérten a legjobb legyen. Tisztelt jelenlévők, a mai nap is ezt a célt szolgálja, egy kellemes kikapcsolódásra van lehetőség. Kívánom, hogy érezze magát mindenki jól ezen a napon. A felnőttek is mutassák meg a labdarúgó tudásukat. Kívánom, hogy sérülésmentesen ússzuk meg ezt a programot, ezt a versenyt. Jó időtöltést kívánok mindenkinek, jó szórakozást. És hogy tetszenek látni, ez a rendezvény folyamatosan bővül, hiszen évről évről gazdagodik a kínálatunk, tetszenek látni a kirakodókat, tetszenek látni ezt a gyönyörű új színpadot, ahol valóban estére is szívesen látunk és várunk minden érdeklődőt, hiszen várhatóan egy nagyon kellemes koncertben lesz részünk. Jó szórakozást kívánok az egész napra, köszönöm a figyelmüket! Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Sportpán, hamarosan kezdődik a Család és Gyermeknap. Szepesi Tiborral, a Déli Kulturális Központ igazgatójával beszélgettünk. Mögöttünk a gyerekek már a pálya egy részét birtokba vették, láttuk, hogy főznek is többen. Mi minden vár ma azokra, akik ide kilátogatnak? Elég sok rendezvényt próbáltunk egy napba besűríteni, reggeltől egészen éjfélig programokkal várjuk nem csak a gyerekeket, a fiatalokat, hanem a családokat valóban ide a sportpályára. Gyermeknap, családi nap, szülői labdarúgó torna, főzőverseny, az anyukáknak banyafutás, kézműves foglalkozások, és minden olyan, ahol azt gondolom, hogy egész családok jól érezhetik magukat. Osztályközösségek, kisebb baráti társaságok verbuválódhatnak, és mindenki legalábbis remélem megtalálja a kedvére valót. A délután pedig majd koncertekkel fog folytatódni. A Ifjúsági Ház által megnyert támogatott pályázat értedés a közösségért, a társadalmi beilleszkedését segítő programok keretében kerül sor arra az értedés a közösségért napra, ahol koncertekkel várjuk elsősorban a fiatalokat, de természetesen bárkit szeretettel várunk ingyenes programunkra. Három zenekar fellépése lesz majd a késő délutáni, esti, éjféli órákban, egy karcagi zenekar, a Sinful Passions, utána pedig a Balkán Fanatik és a Cosmic zárja majd ezt a nem mindennapi sort. Azért egy picit térjünk vissza a délelőtre, hiszen itt láttam, hogy a kollégáival itt nézték, hogy milyen versenyek, milyen díjak, tehát azért van ennek a mai kikapcsolódásnak, és jól érzem magamat napnak, azért más tétje is. Így van, hát elsősorban az, hogy mindenki érezze jól magát, de hát természetesen lehet majd nyereményekért különböző feladatokat elvégezni, sorversenyt, játékos feladatokat, a kézműves foglalkozásokon lehet majd tombolaszelvényeket kapni, nyerni. Ezeken a programokon, aki részt vesz, az majd az eredmény hirdetésen egy sorsoláson vehet részt a tombola szelvényével, ahol értékes nyereményeket lehet majd nyerni a karcagi Tesco áruház jóvoltából. És hát a közösségek, az osztályközösségek is versenyeznek, úgy tudom, hogy ott is van egy bizonyos díj, ami nem is olyan kevés. Igen, hát immár hagyományos, nem is tudom hirtelen megmondani, hanyadik alkalommal kerül megrendezésre a szülői labdarúgó torna és főzőverseny. Itt pénzdíjak vannak, amelynek azonban a hagyomány szerint nem pénzben kapják meg gyakorlatilag a nyertes csapatok, hanem egyfajta utalványban. Tehát kötelező az osztálynak osztály kirándulásra költeni. Ezzel is azt szeretnénk támogatni, hogy a közösségek erősödjenek, menjenek el, nézzenek szét, legyenek együtt. Akár ha ki sem mozdulnak karcagról, akkor is legalább az osztályközösség tovább formálódik. Az időjárás ideális, tehát azt hiszem, hogy erre nem lehet panaszolni, és egyre többen is érkeznek a megnyitó előtt. Azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a mai nap, és nagyon sokan kijöjjenek erre a Család és Gyermeknapra.
köszönöm szépen. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is megtisztelt a jelenlétével a mai rendezvény. Épp az előbb néztük már, hogy milyen sokan készülődnek a sportra. Ez egy fontos nap a gyerekek és a szülők életében is. A gyermeknap ilyenkor május végén több ezer érdeklődőt szokott vonzani ide Karcagon a Ligetúti sporttelepre. Én örülök annak, hogy gazdag programok várják az ide érkezőket, sport, szabad időprogramok, játékos programok, sőt koncert is lesz. Sokat fejlődött a pálya, illetve környezete az elmúlt években, hiszen megépült egy új sportöltöző, új eredményjelző is van, felújítások történtek, de szeretnénk ezt folytatni a jövőben is, hogy a karcegi termálfürdő, a sportlétesítmény, illetve az erdő hármas egysége az még reprezentatívan még hasznosabb legyen és még komfortosabb. Ez azért is fontos, mert mi karcagiak ide tudunk csak jönni, sportolni, kikapcsolni, sőt erdőbe futni is. Itt a lovas rendezvényekhez kapcsolódó fejlesztések, a lovas pályának a felújítása, a Lógerben egy turistabarát, megállóhely, kiszolgáló létesítmény, épp úgy fontos fejlesztési feladat, mint itt a sportpályánál az öltöző további kiépítése, a technikai háttérlétesítményeknek a korszerűsítése, lelátó építés, illetve bővítés. Ezek az elkövetkezőkben olyan feladatok, amiket a városi önkormányzat célul kitűzött, és amelyekkel együtt tudunk majd működni. És hát itt azt hiszem, hogy az is fontos, hogy főzés is lesz, itt a családok jól érzik magukat, és különböző olyan nyeremények is vannak, amelyek viszont az osztályoknak jönnek jól, tehát ez is egy jó kis összetartó közösségi formája ezeket a csoportokat, akik itt vannak ma. Egy családbarát sport és szabadidő központ a Ligetúti sporttelep, és ez akkor érvényes igazán, hogyha megtelik élettel, mint hogy a mostani napon is látszik az, hogy már kezdődik a program, jönnek, hozzák a saktáblákat, kezdenek főzni, tehát egy nagyon hasznos és kellemes időtöltés. Amíg tud maradni, addig kívánjuk, hogy érezze jól magát ön is. Köszönöm, egy kicsit én is most pihenek, meg barátok, ismerősök is válnak. Napközben van egy programom, de délután visszajövök. Egy másik gyereknapon is helyet kell még állnom. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dobos László polgármester úr köszöntőjében elmondta, hogy az önkormányzat a gyerekek jogairól is igyekszik azért mindent biztosítani a városban. Ez is egy nagyon szép rendezvény, a mai a gyereknap az nem csak a gyerekekről, hanem a szülőkről is szól, hiszen nagyon sokan itt vannak. Gondolom, hogy ön is sok mindent meg fog nézni a nap során. Természetesen igen, hiszen egy nagyon gazdag programnak nézünk elébe a mai napon. Évről évre bővül a kínálat, bővül a repertoár. Én azt hiszem, hogy gyermek, szülő örömmel jöhet ki erre az összevont rendezvényre, ami valóban gyermeknap is, sportnap is, egy főzőverseny is, meg egy olyan kikapcsolódási lehetőség, ahol sokat beszélgethetnek nyugodt körülmények között a emberek, felnőttek, gyerekek egyaránt. Gondolom, hogy az ilyen sportemberként a foci egy picit azért majd vonza és megnézi, hogy hogyan zajlik a foci, és szurkolni fog a pálya széléről, de azért banyafutás is lesz, főzőverseny, és különböző olyan díjak vannak, amelyek ösztönzik az osztályközösségeket is arra, hogy ma itt legyenek. Természetesen szurkolok mindenkinek, hiszen a játékosok között nagyon sok jó ismerősöm, barátom van, vannak olyanok, akiknek a sportpályafutásában egy kicsikét tudtam segítkezni annak idején, akár az egyesületben, akár a gimnáziumban. Mindenkinek szurkolok, leginkább annak, hogy érezze jól magát mindenki, és épp bőrrel, mindenféle sérülés nélkül úszta meg ezt a mai napot. Én tudom nagyon jól, hogy ilyenkor a legnagyobb vehemenciával vetik magukat a férfiak a küzdelembe. Ez nagyon helyes, és legyen így is, biztosabb vagyok abban, hogy jó színvonalú mérkőzéseket fogunk látni, de egyéb az ön által említett programok is biztos, hogy színvonalasak lesznek. És hát az időjárásra sem lehet panaszunk, most nagyon csodálatos pont ilyen időjárás van, ami erre a napra jó. Hát ezt nekünk találták ki, ezt a programra jobbat kívánni sem lehet. Remélhetőleg így is marad a nap egészére, és az esti koncertet sem fogja semmiféle eső vagy vihar nehezíteni vagy befolyásolni. Itt ön is említette a Mennyi tojában, hogy az elmúlt időszakban sok minden történt itt a Ligetúti sportpályán, több fejlesztés és fejlesztések várhatók, még erről már beszéltünk mi is korábbi riportunkban. Hát amire csak lehetőségünk van, mindenbe belefogunk, pontosan azért, hogy
a lehető legjobb körülményeket tudjuk biztosítani a gyermekeknek, hiszen itt nem csak a labdarúgókról van szó, hanem minden sportolni az egészséges időtöltést hasznosan kitöltő programokon résztvevőket is kiszolgálja mindaz az infrastruktúra, ami itt a rendelkezésünkre áll, illetve amit szeretnénk fejleszteni. Hát csak belegondolva, éppenséggel, ha olyan eredmény születik a holnapi napon, például elmondhatjuk, hogy az egyik csapatunk NB1-es bajnokságba juthat be, ez a holnapi eredménytől függ, tehát megköveteli tőlünk mindenképpen azt a feladatot, hogy ezeket a körülményeket folyamatosan fejlesszük, javítsuk. Reméljük, hogy így lesz, akkor a csapat bejut, és azt hiszem, hogy ez egy kedves kötelesség lesz utána ezeket a feltételeket megteremteni a csapat számára és a város számára. Ezen vagyunk természetesen, hogy a kötelező feladataink mellett az önként vállalt feladatokat is a lehető legnagyobb odafigyeléssel fejlesszük, csiszoljuk. Sok pénzt kívánok ehhez a városnak, és önnek pedig jó kikapcsolódást a mai napon. Köszönöm szépen, hát a pénz megteremtése nem könnyű feladat, de minden egyes ilyen rendezvény, program, ami látható módon a itt élő emberek számára lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, szórakozásra, az egy külön lendületet ad számunkra, hogy még intenzívebben dolgozzunk a fejlesztéseken. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Kuruc István egy érdekes úthengert hozott ide, itt a gyerekek először félnek tőle, de azért csak van, aki föl mer állni. Mennyire népszerű itt most, mit lehet a gyerekek, mennyire ülnek föl rá? Nagy tisztelettel köszöntöm először is a televízió nézőit. Az az igazság, hogy erre a rendezvényre Szepi, mindenki által ismert Szepesi Tibor megkért, hogy lesz egy olyan program, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és arra gondolt, hogy jó lenne, egy úthengerre ki tudnánk jönni. Hát természetesen megragadtuk az alkalmat, és kollégám kijött az úthengerrel. Nagyon sok gyerek volt már itt. Igaz, hogy volt olyan is, aki föl anyuval fölült, aztán amikor beindult, akkor hangosnak bizonyult és elpityeredett, de nagyon sokan mentek vele egy jó pár kört, és akkor, amikor kérdeztem tőlük, hogy na gyerekek, és ez mi is, mondják, hogy ők már látták, hát ezt csinálja az utat. Na mondom, igen, és akkor egy kicsit ugye szakmailag is elmeséltem neki, hogy azért, hogy épül az út, és bizony kell hozzá az úthenger, és amit itt látsz, és amin kijöttetek, azt is végeredményben egy ilyen úthengerrel tömörítették be, illetve simították be, de érdekes módon, vagy 3-4 gyereket megkérdezte, és mindegyik tudta, hogy az útnál látta, ahol az utat építenek vele. Én örülök, hogy ez a rendezvény már évek óta megvan, és mindig találnak ki újat. Ez volt az első ötlet, hogy ilyen építőipari, mezőgazdasági gépek is jöjjenek ki, hisz volt már itt mentő, volt tűzoltó, volt rendőrségi kocsi, és most pedig építő gépek is megjelentek ezen a rendezvényen. Én gondolom, hogy 1-2 óráig nagyon sok érdeklődő lesz, és ki is próbálják ezt az úthengert. És hát ahogy mondtad, hogy mi leszek, ha nagy leszek, még nem lehet tudni, tehát lehet, hogy a jövő utánpótlása is valahol itt van. Hát igen, mondtam is az egyik apukának, akinek a kisgyereke lehetett olyan 5-6 éves, és mindenképpen felült, és még egy kört akart menni, mondtam is az apukának, hogy semmi gond, oda került, szóljanak, és garantálom, hogy föl fogom venni, és lehet majd dolgozni. Hát akkor reméljük, hogy sokan megnézik még, és akkor jövőre meg akkor újabb kuriózumot is hozhat, hiszen azért sok-sok olyan gép van, ami az útépítésben részt vesz, és nem minden nap lát a gyerek ilyet. Természetesen vannak ilyen gépek, de én úgy gondolom, hogy elsősorban az a kedvenc, amire rá lehet ülni, amivel lehet menni, tehát ez az a kategória, amivel egy ilyen helyre ide lehet jönni, azért ami nagyon nagy gép, az egyrészt lassú, másrészt azért baleseti forrást is jelenthet. Én úgy gondolom, hogy ha kérik egy ilyesmi géppel, vagy mással is, de egy ilyennel mindenképpen kiegészítve, természetesen, hogy meg fogunk jelenni, hisz ha végignézünk az országban, nagyon nagy szükség van arra, hogy nagyon jó útjaink legyenek. Reméljük, hogy lesznek is. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A Madarász Imre Egyesített Óvoda óvónői most is itt vannak, és különböző kézműves foglalkozásokat tartanak. Gulyás Ferenc intézményvezető helyettessel beszélgetünk, megvártam, amíg elkészül a csillámtetkó. Azt mondta, hogy ez a legnépszerűbb most. Mi mindent lehet még az önök sátránál a gyerekeknek kérni? Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Hát itt a gyereknapon most az óvonéniknél többféle kézműves tevékenységbe vehetnek részt a gyermekek. Lufi
színezés van, ami ugye a gyereknap elmaradhatatlan kelléke, nagyon szeretik a gyerekek, pillangóhajtogatás, különböző festések, ragasztások, amiket végezhetnek a gyerekek, és hát az örök kedvence az arcfestés, ami most egy újfajta technikával, a csillámtetoválással bővült, úgyhogy most ennek is nagyon nagy sikere van. Hányan vannak itt most az óvónénik összesen? 4 kézműves asztalnál és az arcfestésnél, úgyhogy körülbelül 18-20 óvónéni tevékenykedik a gyereknapon. És hát a gyerekek meg azért türelmetlenül várják, hiszen látjuk, hogy azért sorban állnak minden óvónéni előtt, aki arcfestést vállal. Ehhez azért egyfajta kézügyesség is kell. Igen, kézügyesség is kell, meg vannak segédeszközeink, azért nekünk is, készülünk rá, előtte tájékozódunk a legújabb módszerekkel, hogy hogyan is lehet gyorsan és szépen festeni a gyerekeknek mintákat, de úgy gondolom, hogy most azért nagyon sok színes program várja a gyerekeket, úgyhogy azért nincs olyan nagyon hosszú sorállás, hiszen a kézműves tevékenységeken kívül különböző játéktevékenységekbe vehetnek részt, itt a családi foci keretében a sport, a mozgás is előteret kap, úgyhogy így most nagyon megoszlik a nézősereg, a gyerekek ezen a mai napon, úgyhogy így most nincs olyan nagy sorállás, hanem egész nap folyamán van rá lehetőségük, hogy részt vegyenek ezekben a tevékenységekben. Mondta, hogy önök is követik a trendeket, itt azért pár évvel ezelőtt pókembertől kezdve Batmanig azért nagyon sok ilyen arcocskát láttunk, most azért inkább a virágmotívumok, meg ilyen érdekesebb rajzokat kérnek a gyerekek, ez is a rajzfilmekből jön. Hát igen, abból is ugye a gyerekek mindig találnak újabb-újabb figurákat, amiket elég nehéz nekünk is megjeleníteni, de azért igyekszünk, meg azért próbáljuk őket arra inspirálni, hogy azért a szebb figurákat válasszák, hiszen most a lányok körében a pillangó, a delfin, a kis tavaszi színek nagyon kedvesek. A fiúk körében hallottam, most már kértek cápát, amin nagyon gondolkoztunk, hogy hogyan is készítsük el, de nagyon kedvelt a korábbi a pókember, és különböző figurák, ami egy kicsit félelmetesebb állarcot ölt a fiúk arcára, ők ezeket is nagyon szeretik. Hát akkor én jó munkát kívánunk önöknek még a következő jó néhány órára, és sok-sok kreatív ötletet. Köszönjük szépen, a gyerekek örömére nagyon szívesen tesszük ezt. A Vöröskereszt karcagi területi szervezete is részt vesz a mai napon. Itt a sátorban már elég csúnya látvány fogadja, idézőjelbe téve, aki belátogat, hiszen életű sebeket varázsolnak, és a segítőivel, Kovács Mária és a Vöröskereszt munkatársai. Mennyire tetszik ez a gyerekeknek? Igen, hát az előző évekhez hasonlóan nagy sikere van a sebimitációs úgymond szolgáltatásuknak. A kolléganők nagy lelkesedéssel festik a különböző égési, meg ehhez hasonló sebeket. A gyerekek rendkívül élvezik, ezzel ijeszgetik idézőjelbe az anyukákat, de aztán végül is kiderül, hogy ez csak egy játék, úgyhogy szeretettel várjuk továbbra is a gyerekeket a sátrunkba, illetve a szokásokhoz hasonlóan elsősegélybemutatót is fogunk az érdeklődők számára tartani, illetve elvállaltuk az elsősegélynyújtást is, mivel ugye foci meg elég idézőjelben sebesülésre a lehetőséget adó sportok mennek, tehát mi ezt bevállaltuk, illetve van még egy plusz dolog, ebbe az évben is szervezünk nyári tábort, és ilyen képletes összegér játékokat árulunk, aki ezt megvásárolja, azt a táborunkat támogatja. És hát gondolom, itt a gyerekek, ahogy közben kapják a kezükre az ilyen olyan kis sebeket, azért arról is beszélgetnek a ápolónőkkel, hogy mit kell csinálni, hogy történhet, hogy lehet megelőzni, tehát egy picikét az ő nyelvükre lefordítva megelőzésről is szó van. Igen, természetesen a gyerekek nagy érdeklődéssel tájékozódnak ezekről a dolgokról, illetve akik az elsősegélynyújtó tanfolyamokon részt vesznek az iskolába, illetve versenyeken, nagyon sok gyerekünk ismerősként visszajön, sőt volt, aki beállt és segített a kolléganőknek. Nagyon örülök neki, illetve mindannyian örülünk neki. Reméljük, hogy csak itt a festett sebek lesznek ma. Én azt kívánom, hogy sokan érdeklődjenek a Vöröskereszt munkája iránt, és az elsősegélynyújtó versenyeken is minél eredményesebbek legyenek. Igen, hát mi is ezt szeretnénk, ha a jövőre minél több gyerek jelentkezne a versenyünkön, illetve minél szélesebb körbe elterjedne az elsősegélynyújtás, hisz az egyik küldetésünk az elsősegélynyújtás társadalmi szintű népszerűsítése.
jó munkát kívánjuk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, én is mindenkinek jó szórakozást kívánok. Szabóni Nagy Nóra, református iskola 4. B osztályának a fő-fő szakácsa. Mit főznek ma? Ezen a gyönyörű gyereknapon mi a gyerekeknek egy puszta pörkölttel készültünk, amit megbolondítottunk egy kis füstölt szalonnával és házi kolbásszal. És egy összeszokott csapatról van szó, minden évben indulnak? Így van, ez a csapat még minden évben indult, az első osztályba kétszer is. A 4 alkalomból 3-szor elhoztuk az első helyezett díját. És akkor most úgy gondolták, hogy valami különlegességként, tehát mindenki birkával, meg a megszokottal, most akkor azért gondolták, úgyhogy most éppen ezért mással? Igen, hát már ugye 75 főre gyarapodott a létszám, amire főzünk, így aztán egy kicsit szűkösek a lehetőségeink. Két lábasba főzünk, és úgy lesz majd összekavarva, 3/4 állapotba. Hát akkor ez tényleg egy nagyon jó osztályközösség. Hány fős az osztály, hogy ilyen sokan összejöttek? 22, de mindenkinek itt van az egész család, testvér, nagyszülő, mindenki. Tehát ez tényleg egy családi vállalkozás. Mit kell tudni az osztályról? Hogy nagyon jó tanulók a gyerekek, nagyon jó osztályközösségünk van, apukák, nagyszülők, mindenki részt vesz ezen a napon. És szurkolunk a focistáinknak, meg a banyafutóinknak is. És ki az osztályfőnök? Vincéné Gál Katalin az osztályfőnökünk, és a 4. B osztályos tanulókat képviseljük. És hát gondolom, hogy akkor az itt már a banyafutásra mindenre készülnek, tehát akkor ez természetes volt, hogy mindenben részt vesznek a gyerekekért. Itt az anyukák kapják a lábuk közé a seprűt és futás. Hát akkor addig azért még van dolog ezzel a pörkölttel, én azt kívánom, hogy érezzék jól magukat. Nagyon szépen, köszönjük! A református iskola első osztályának Kun János főz. Azt hiszem, hogy helyzetelőnyben van a csoport, hiszen szakácsként azért már tudjuk, hogy ön sokszor főzött. Itt úgy tudom, hogy kecskepörkölt készül. Így van, igen, ez egy kecskepörkölt lesz. És hát próbáljuk nagyon finomnak főzni, és ennyi igazából. És mi a különbség? Tehát most miért nem birkát főztek, tehát az osztály kérése volt ez, hogy kecske legyen, nem ettek még azért, vagy esetleg korábbi években is ilyet főzött már, és most úgy gondolt, hogy itt is? Igazából szülői felajánlás alapján lett a kecske. Fog még készülni egyébként lángos is, a szülők készítik azt is. Főztünk már birkát is, most a kecskére lett a választás. Igazából nem sok különbség van köztem, ha jól van készítve a kecske, akkor ugyanolyan finom, sőt, van, akik azt mondják, hogy még finomabb is, mint a birkapörkölt. Annyi a különbség közte, a kecskehús az egy kicsit szárazabb, ezért egy kicsit besegítünk neki egy kis plusz alapanyaggal, ami ízbe is, meg állagba is javít rajta, de nagyjából ugyanúgy készül, mint a birkapörkölt. Tehát akkor ugyanúgy a hagyományos fűszerezéssel készül, tehát semmilyen különleges majorannától kezdve bármi, amit szoktunk hallani a birkafőző versenyeken, ilyen semmi nincs benne. Így van, nem szabad ebből se. Igazából az alapjának is ugye a hagyma, a fűszerpaprika, a só, egy kis csípőt teszünk bele, hát most nagyon nem viszük túlzásba a gyerekek miatt, hogy ők is tudjanak belőle lenni. Illetve annyit csak, hogy füstölt szalonna a zsírján kezdem el a főzését. Füstölt szalonnát sütöttünk ki először, és akkor ezzel egy kicsit megspékeljük, illetve ebbe egy pici fokhagymát még teszünk plusz ízesítésként, de egyébként csak az alapfűszerek mennek bele, só, paprika, csípős, úgyhogy ennyi. Első osztályról van szó, tehát még most első egy ilyen nagy alkalom, amikor így a osztályközösség részt vesz ezen a gyermek és családnapon. Természetes volt, hogy indulnak? Így van, ez természetes. Nagyon jó dolognak tartom, nagyon jó ötletnek, egy nagyon jó csapatépítő, csapatkovácsoló program ez igazából a szülők részére is, hát a gyerekek ugye már azok össze vannak szokva, de azért ők is hát nagyon élvezik, nagyon benne vannak, nagyon várták már az egészet, nagyon ben voltak zsongva, meg hát mi szülők is igazából, már nekünk is egy plusz program, meg hát így ilyenek. És hát itt azért utána lehet finomakat enni, tehát ez sem egy utolsó szempont. Így van, nem utolsó szempont ez se. Majd mindenki így a nap közepe felére már aztán el lesz eléggé fáradva ahhoz, itt a játékokban, meg a programokba, hogy aztán nekülünk, és akkor eszünk egy jót. Hát akkor még jó munkát, hiszen azért még van mit főzni ezen, meg még a krumpli is készül, a lángos is, tehát én azt hiszem, hogy ez egy jó nap lesz az első osztály számára. Ki az osztályfőnök? Disznós Ildikó tanítónéni az osztályfőnökünk, meg Dóri néni, ő a délutános műszakban, azt hiszem, így vannak felosztva, úgyhogy ők az osztályfőnökök. Hát a gyerekek azok meg 27-en vannak osztálytársok, de nagyon jó kis csapat, úgyhogy
szeretik egymást, meg mi is őket. Hát akkor további jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. A református iskola 3. A osztályának itt Márjavában fő a birka pörkölt, Ligó Zoltánnal beszélgetünk. Ki a főzőmester? Most Kis Jánosra esett a választásunk. Nálunk ugye minden évben más-más apuka vállalja magára ezt a szerepet, úgyhogy idén a nagyágyúink csontos apuka elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, ezért egy másik erős emberkével indulunk. Ez majd remélem látszik azért kamerában, mert nagyon félt most és elmenekült a kamera láttán. És fontosnak tartották, hogy itt legyenek, és hát hallottam itt az előbb pont a foci csapatot szerveztetett, akkor az egész nap során minden versenyen részt vesznek? Részt veszünk, ugye első osztálytól kezdve, nagyon jó csapatépítő, és a szülői közösséget nagyon jó megformálja. Ugye a gyerekek az iskolában együtt vannak mindig, itt viszont van lehetőségük játszani, kicsit más arcukat megismerni egymásnak és a szülőknek természetesen, hiszen mindig azt mondtam, hát az elsőtől azt kértem a szülőktől, hogy vegyünk részt, mert megismerjük. Ne az legyen, hogy elmegyünk, reggel beadjuk az iskolába, és utána azt se tudjuk, hogy ki az, ja, hogy tényleg azt ismerjük valahonnan, mert iskolából. Tehát nagyon jól összerakta, én úgy gondolom, az első év folyamán az osztályfőnökünk, Disznós Ildikó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt neki, én úgy érzem, hogy meg kell említeni, illetve hát ezt a hagyományt folytatjuk ugye a mostani osztályfőnökünknek, Gabikával is, a harmadik osztályban, Sósné Balajti Gabival. És mi várható? Tehát ez most a versenyben, mire számítanak? Teljesen mindegy, hogy a versenyben mi lesz, hogyha nyerünk a gyerekeknek egy kis pénzt, akkor annak természetesen örülünk. Igazán itt nem a versenyről szól, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, gyerekeinkkel, illetve a szülőtársainkkal együtt. Hát akkor így legyen, és hát reméljük, hogy a birka is hamarosan elkészül. A birkánkat, úgyhogy gyorsan körmére nézek ennek a kis embernek. 9 órakor volt itt a megnyitó.